Ennél jobban nem is kezdődhetett volna a nagypályás szekszárdi labdarúgás története. A futzárról nyáron villámgyorsan nagypályára váltó szekszárdi UFC-s Amazonok az NB2-ben és a Magyar Kupában ötször léptek pályára eddig, és mind az öt meccs megnyerve. Az utolsó győzelmüket úgy érték el Budaörsön a bajnokságban, hogy a Kelen elleni hazai mérkőzésen két kulcsjátékosuk is súlyos sérülést szenvedett, miután az egyik már nem is léphet pályára az idén, nem számíthat rá Micskó Márk edző. De mindezek ellenére így is optimista. Úgy érzem, ennél szebbet nem is álmodhattunk volna. A szekszárdi UFC-nek van stílusa, passzolni és cselezni tudó játékosok alkotják, akik a futzálból, a kispályáról átjövet, egyre jobban feltalálják magukat az eddigiekhez képest azért más követelő nagypályán. De a kispályás tudás is tud érvényesülni, kamatozódni, ezt ők maguk is megtapasztalták. Hétről hétre gyakorolunk különböző figurákat, játékfelépítést, tehát a támadó foci híve vagyok, és azt is szeretnénk kiterültetni az NB2-be. Ha valaki nem ellensége a nagypályára felkészítő edzők közül, a futzálnak nemhogy tiltja, még meg is követeli a játékosoktól az ott és itt is jól alkalmazható elemeket, az maga Micskó Márk, aki játékosként is technikás volt, aki most úgy tűnik végérvényesen már a nagypályára készíti fel játékosait. Természetesen a technikás foci híve vagyok én is, tehát a labdarúgás a nézőkért van, szeretnénk ezt itt is meghonosítani, itt Szekszárdon, bízunk benne, hogy egyre többen lesznek kíváncsiak majd ránk, a lányokra, mert megérdemlik, mert nagyon jól dolgoznak, nagyon jól teszik a dolgukat, úgyhogy várjuk őket folyamatosan. Az NB2-es női csapat indulását megalapozta az az évek óta zajló, eredményes és jó utánpótlás nevelő munka, amit már az óvisoktól egészen U18-ig megvalósítottak a szekszárdi UFC-nél. Ahol egyébként remek az együttműködés az edzők, a játékosok, a szülők és a szurkolók között. Persze nem jött rosszul az a néhány már nagypályán bizonyított játékos, aki Pécsről és Paksról csatlakozott a nyáron a szekszárdi klubhoz. Ők rengeteget hozzátesznek, tehát azért lettek ők ideigazolva, mert tudtuk róluk, hogy elég komoly játékerőt képviselnek, persze nekik is valahova fejlődniük, még bőven, de velük együtt és a fiataljainkkal úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó elegyet alkot. Tehát meg kell oldanunk ezt a feladatot, ez egy nagyon nehéz feladat, az Edinát és a Fonyódi Katát pótolni, de azon vagyunk, hogy valahogy csapatként ezt megoldjuk. A Szent Lőrincet és a Vasast a Magyar Kupában, a Pápát, a Kelen SC-t még velük győzték le, de most Budaörsön a legutóbbi fordulóban már nélkülük nyertek 3-1-re. Az elmúlt napokban érthető módon a Magyar Kupa harmadik fordulójának sorsolása foglalkoztatta a szekszárdi focista lányokat. Nos, megtörtént a sorsolás. Október elején az NB1-es élcsapat a Diósgyőr érkezik Szekszárdra. Az esélytelenség nyugalmával, de egyáltalán nem feltett kézzel készülnek erre, talán életük eddigi legnagyobb nagypályás meccsére.